Óbecse község turisztikai szervezete bemutatta kínálatát a 41. nemzetközi turisztikai vásáron Belgrádban. Az igazi turisztikai gyöngyszemek mellett, mint amilyen a Tisza, a Schleiz, a régi hajózsilip vagy a Dungyerszki családi kastély, a vásárlátogatóinak bemutattak néhány rendezvényt is, melyek Óbecse község sport, kulturális és szórakoztató kínálatának szerves részét képezik. A legnagyobb hangsúly a munkás sportolimpián van, amit idén tartunk Óbecsén és Törökbecsén. Azután itt lesz a Tiszai Thunderball Fesztivál, amit augusztusban szervezünk, immár harmadik éve, és minden évben több látogatót vonz. A kör képzőművészeti kolónia, a télapó napok, a májusi játékok, a hagyományos gyermekalkotások fesztiválja, amely már 60 éve működik. Azután az Óbecse éjjel elnevezésű zenei fesztivál a városközpontban. Ezen kívül itt szeretnénk promotálni a magánszálláshely kapacitásunkat is, valamint a helyi gasztronómiai termelőinket és mindazokat a dolgokat szeretnénk bemutatni, amelyek azok számára, akik ellátogatnak Óbecsére, jelentősek lehetnek. Óbecsét a legnagyobb mértékben sportolók látogatják, a rendelkezésükre álló több száz méteres körzetben elérhető kitűnő sportolási lehetőségek miatt, valamint az évről évre bővülő szálláshely kapacitás miatt. Azonban az elkövetkező időszakban a legnagyobb hangsúlyt a cikloturizmusra kell fektetni, jelentette be Nemanja Karapandzsic, a turisztikai szervezet igazgatója, mivel Óbecse szerepel az Eurovelo 11 kerékpártúra térképén, amely Norvégiából Görögországba tart. Ki lesz jelölve az útvonal, amely áthalad községünkön? Az a tervünk, hogy néhány kerékpár állomást alakítsunk ki, hogy a kerékpározó kalandoroknak lehetővé tegyük, hogy saját szervezésben nézzenek szét városunkban, turisztikai fényjelzők, illetve egy kínálat segítségével, amit majd időközben kitalálunk. Úgy gondolom, hogy ezek után Óbecse még inkább turisztikai gyöngyszem lesz, úgy Vajdaságban, mint Szerbiában, amit semmilyen körülmény között nem szabad kihagyni. A helyi önkormányzat intenzíven dolgozik Óbecse község turisztikai potenciáljának fejlesztése érdekében, melynek kínálata sokoldalú. A kulturális és történelmi látnivalóktól a természeti erőforrásokig és rendezvényekig, melyek évről évre egyre több embert vonzanak. Mindazonáltal, hogy véletlenül vagy látogatás szempontjából jönnek Óbecsére, a különböző tartalmak mellett a kis dolgok is vonzóak lehetnek, melyekkel városunk nagyon is dicsekedhet. Mindazokat, akik eljönnek Óbecsére, főleg a nagyobb városokból, mint amilyen Újvidék vagy Belgrád, a leginkább az a nyugodtság, az a lazaság nyűgözi le, ami jellemző városunkra, és ezért gyakran vissza is jönnek hozzánk, és persze a vajdasági ízes konyha miatt is, amely köztudottan a legfinomabb.